Sziasztok! A kabbala a zsidó misztika szerint minden egyes micva valasi parancsolatnak a teljesítésével egy újabb isteni fényt hoz az ember a világba. De ezt a fényt a fizikai szemmel nem lehet látni. De van egy micva, amikor annak teljesítésével lehet fizikailag látni azt a fényt, az pedig, amikor a zsidó nő gyertyát gyújt a péntek este, a sábasz bejövetele előtt annak tiszteletére. Akkor egy fizikai fényt lehet látni, és ez az a szent fény, ami bevilágítja a zsidó házat. A heti szakaszban, a Hayé Sarában olvasunk, hogy Yitzhak elvesz feleségül Rivkát, Rebekát, és azt olvasunk, Vajivea Yitzhak ha'oela, és Izsák bevezette Rebekát a sátorba, Sára angyáéba. Erre azt mondja Rási, hogy itt a hangsúly az, hogy Sára pontosan olyan lett, mint a... Nem, hogy Rivka olyan lett, mint a Sára. Vagyis három csoda volt a Sára életében, ez Rebeka idejében folytatódott. Az egyik az, hogy amíg Sára élt, a gyertya, a péntek esti gyertya, csodálatos mód péntektől péntekig égett. És ez ugyanígy történt Rebekánál. Ebből a rásiból, ami a Midrásból származik, azt mondja Rebe, innen lehet látni az, hogy nem csak 20 vagy ennél idősebb kortól kezdve kell a zsidó nőnek gyertyát gyűjteni, hanem már 3 éves korában, mert a Midrás szerint érdekes dolog, hogy Rivka, amikor házasodott, összesen 3 éves volt. Az ókorban nagyon fiatalan házasodtak. Ezek szerint már 3 évesen kell gyertyát gyűjteni. A péntek esti gyertyagyújtásnak a micvája mindig lehet látni itt ebben a videóban is, hogy 2 gyertya van itt. Most az utóbbi időben egy kis harmadik gyertya is ide kerül. És emberek kérdeznek, miért van itt a harmadik gyertya? A válasz erre az, a 2 gyertya az az anyuka, a házas asszony. A házas asszony 2 gyertya gyűjt, szimbolizálja magát és a férjét, és a kislány, aki még nem házas, egy kis gyertyát gyűjt. Mit tudunk mi tenni a mostani időben a zsidókért, akik Izraelben laknak, akik olyan nehéz helyzetben kerültek azután, hogy a terroristák úgy ilyen kegyetlenül megtámadták őket. Egy dolog mindenképpen, egy fényt, egy újabb fényt hozni a világba, az pedig a péntek esti gyertyáknak a megnyitása. Szóval a mostani időben még jobban kell odafigyelni a zsidó nőknek, hogy mindenképpen gyújtsanak gyertyát a szombat bejövetele előtt, a szombat tiszteletére, és ezelőtt újabb fényt hozzanak be magunknak, illetve az egész világ zsidóságaért. A mai napon itt Budapesten a gyertyagyújtás az 15-54-kor került sor. Good Shabbos kívánok mindenkinek, köszönöm szépen!